az elmúlt hónapban elmaradt így most több napi feladatot és intézményeket, társaságokat érintő kérdést egyeztettek a héten megtartott Sárospataki intézményvezetői értekezleten. Intézményvezetőkön kívül ugye ebben a körben részt vesznek az önkormányzati érdekeltségű cégek vezetői is. Ők elsősorban a mérlegbeszámolóikról, illetve az éves üzleti terveikről beszéltek, hiszen ez most kerül a képviselőtestület elé előterjesztésre. Az oktatási intézmények tanévvégi teendőikkel vannak elfoglalva. Az intézmények vonatkozásában az oktatási intézmények egyértelműen a beiratkozás, illetve az év végéhez közeledve ballagás érettségi előkészületével vannak elfoglalva, leginkább e körül foglalatoskodnak. Az egészségház vezetője örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy hétfőn beindul a szakrendelés az új szakellátóban. A rendelőintézet házatáján is nagy változások vannak, hétfői naptól az új épületben beindul a rendelés. Hétvégén óriási költözés várható, úgyhogy az intézmény ezt szervezi, illetve folyamatosan szerzi meg az intézmény vezetője az ANTS-től azokat az engedélyeket, amelyekkel az új szakrendelések már az új helyszínen elindíthatóak. Mind az óvoda, mind a Rákóczi Általános Iskola igen kedvező létszámadatokkal érkezett az ülésünkre, hiszen mindkettőben mondhatjuk, hogy reménységen felül alakult az eddigi beiratkozás. Az intézményvezető értekezleten szó volt még arról is, hogy készül a szezonnyitásra Végardó fürdő.